Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Ünnepi fogadtatás, leszállt az első menetrend szerinti járat Pogányban. Idén is lesz élőadás, még vasárnapig jelentkezhetnek a civil szervezetek. Játékos formában ismertetik meg a fiatalokkal a hiány szakmákat. Szakma ismereti versenyt tartottak a Zsolnai negyedben. A februári bejelentés óta megérkezett az első menetrend szerinti járat Máltáról a Pécs-Pogányi repülőtérre kedden. A légi közlekedés újraindulása a város és a térség számára is gazdasági és turisztikai szempontból hatalmas lehetőséget jelent. Eddig már több mint 3000 jegyet értékesítettek a müncheni és máltai járatokra. Ünnepélyes pillanat a Pogányi repülőtéren, kettős vízsugár fogadja a leszálló pályán földet ért gépet. Ahogy arról híradónkban már többször beszámoltunk, közel másfél évtized után idén először indulnak újra a menetrend szerinti repülőjáratok Pécsről. Most már München és Málta is elérhető, és később Korfu is becsatlakozik a célállomások közé. Az első gép kedden délelőtt érkezett meg a Pécs-Pogányi repülőtérre, az utasokat vidám minikoncerttel köszöntötték. Az általunk megkérdezett utas egy máltai utazásszervező cég termékfejlesztési vezetője. Azt mondja, igyekezni fog minél több embert a baranyai vármegye székhelyre hozni. Az egyik itteni kollégám megmutatja most nekem, hogy Pécs és a térség mit kínál. Magyarország más részére már szervezünk utazásokat. Remélem, hogy ide is sok embert elhozunk majd, ahogy innen is számosan utaznak majd Máltára. Az eseményen részt vett, és a leszállás után a légitársasággal közösen az utasokat személyesen is köszöntötte Péter Fiatilla, Pécs polgármestere. A politikus úgy fogalmaz, nem véletlen az időzítés sem. 18 évvel ezelőtt ezen a napon, még Toller László polgármestersége idején, ezen a napon indult el a Pécs-Bécs menetrend szerinti járat, úgyhogy igyekeztünk úgy igazítani az első járat érkezését, hogy alliteráljon ezzel a dátummal. Ez egy fontos történelmi pillanat, azt gondolom, hogy itt meg kell ünnepeljünk, legalábbis erősen érdemes rá. A menetrend szerinti légijáratok újraindulása mind a turizmus, mind a befektetés ösztönzés szempontjából kiemelkedően fontos. A légitársaságtól származó információk szerint eddig már több mint 3000 jegyet értékesítettek a máltai és müncheni járatokra. Az utasforgalom közlekedését ingyenes buszjáratok segítik a reptér és a belváros között. A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy ismeretlen elkövető azonosításához, akit rablásbüntet gyanúja miatt keresnek. Egy férfi február 22-én, nem sokkal délután 1:30 előtt, maszkkal a fején bement az egyik pécsi gyógyszertárba, majd követelte az eladótól a napi bevételt. Miután a pénzt megkapta, elmenekült a helyszínről. Február 26-án, 10 óra után pár perccel egy férfi ugyancsak maszkkal a fején az egyik pécsi dohányboltba ment be, majd felszólította az eladót a napi bevétel átadására. Az eladó a kérésnek nem tett eleget, így a rabló üres kézzel távozott. Aznap 12 óra 45 perc körül Pécsett az egyik élelmiszerboltba tért be egy férfi, arcát szintén maszk takarta, majd fizetéskor a pénztárostól követelte a bevételt. Ezután a pénztárost félrelökte, a kasszából kivette a pénzt, majd elmenekült. Alaposan feltételezhető, hogy mindhárom bűncselekményt ugyanaz az ember követte el. A férfi középkorú, körülbelül 172-175 cm magas, átlagos testalkatú, kissé pocakos, normál járású. Az elkövetéshez sötétkék vagy kékes-szürke kifordítható cipzáras kapucnis pulóvert viselt, amely belül világos szürke. A dohánybolti rablásnál a melegítő felsőt feltehetőleg a világos szürke oldallal kifelé hordta.
A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kéri, hogy aki a felvételen látható férfit felismeri, tartózkodási helyéről vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 0672 504 400-as telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, a 112 központi segélyhívó telefonszámon, vagy jelentkezzen személyesen a főkapitányságon. Újra támogatáshoz juthatnak a civilek a Pécsi Közösségi Alapítvány által szervezett élőadás elnevezésű adománygyűjtő kampány keretein belül. A program lényege, hogy a helyi szervezetek bemutathassák tevékenységeiket a város adakozni kívánó polgárai számára, és olyan anyagi forrásokhoz jussanak, amelyek hozzájárulnak működésükhöz vagy épp ötleteik megvalósításához. Parag Csilla, az egyik szervezőstábunknak elmondta, a jótékonysági estet május 6-án tartják, de még hónap végéig várják a közösségükért dolgozó csoportok jelentkezését a felhívásra. A Pécsi Közösségi Alapítvány idén 6. alkalommal rendezi meg az élőadás adománygyűjtő programot. Tavaly rekordmennyiségű adomány gyűjt össze, több mint 3 millió forint támogatást adtak össze a helyi polgárok, és meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt március 31-ig, és nagyon várjuk azokat az informális vagy formális civil kezdeményezéseket, amik közösségi összefogásból indulnak, és a megvalósítás is arról szól. 6. alkalommal szervezett szakismereti versenyt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara általános iskolások részére. Idén 6 ágazatban 3 fordulón keresztül mérethették meg magukat a fiatalok. A döntőkre a tavasz folyamán kerül sor. Kedden a turizmus témában indulók versenyét tartották a Zsolnai negyedben. Keressétek meg a képen látható La Luna című alkotást. Olvassa fel éppen a feladatot társainak a szakismereti verseny egyik döntőse. A keddi vetélkedő főszervezője a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara volt. A program célja, hogy játékos feladványokon keresztül ismertesse meg a továbbtanulás előtt álló gyerekekkel azokat a területeket, amelyek iránt kevesebb az érdeklődés. A megfelelő szakemberek hiánya a munkaerőpiacon is érezteti hatását. Mindegyik ágazatban, hát mondhatni munkaerőhiány van, de igazából már mindenhol munkaerőhiány van, mindenhol hiányzik a jó szakember. Ilyen ágazat a villamosipar, a gépipar, a turizmus, a vendéglátás, a járműgyártás és az építőipar. Ez a 6 ágazat, amiben indítottuk a versenyünket, és idén több mint 600 gyerek, 200 csapat, 58 iskola indult ezeken a versenyeken, úgyhogy rendkívül büszkék vagyunk erre a számra. A szakember szerint tehát az érdeklődők magas száma már fél siker. A végső cél mégiscsak az lenne, hogy a diákok később majd ezeket a szakmákat válasszák hivatásukként. A már említett turizmus is jelenleg igen jelentős munkaerőhiánnyal küzd, ezért is került be idén egy különálló kategóriaként a szakismereti versenybe, mondta el a társszervező Zsolnai Vilmos Technikum és Szakképző Iskola egyik tanára. Szeretnénk, hogyha lenne utánpótlás, szeretnénk, hogyha gyerekek megismernék azt, hogy mi az, hogy idegenvezető, mi az, hogy turisztikai szervező, hogy ezek között azért különbség van, hogy egyáltalán tudják, hogy a szállodákban lehet elhelyezkedni, hogyha turisztikás végzettségű van, utazásirodákban, idegenvezetőként, mesélni a látnivalókról. És ugye itt jöttek ezek a gondolatok, hogy azért Pécs városát úgy, ahogy ismerik az általános iskolások is. De mondjuk már az, hogy a környéken is vannak látnivalók, amikből attrakciót lehet létrehozni, hogy ezt is valahogy kellene a gyerekekbe tudatosítani. A keddi döntőben a tanulóknak egy izgalmas, 10 állomásból álló feladatsort kellett megoldaniuk a Zsolnai negyedben, de mint azt a versenyzők mondják, már az ezt megelőző 2 fordulóban is találkoztak olyan feladványokkal, melyek felkeltették az érdeklődésüket, és az sem kizárt, hogy egyszer közülük kerülnek ki a jövő turisztikai szakemberei. Mi volt a legizgalmasabb feladat az egész verseny során? Egy kis filmet kellett készítenünk egy turisztikai látványosságról Baranya megyébe. Eléggé jó volt, és meg is dicsértek minket, hogy mennyire jó lett az alkotásunk. Szeretnétek ezen a területen majd elhelyezkedni, vagy tovább tanulni?
Hát nem tudom, lehetséges, mivel ez egyébként érdekel engem, de nem biztos. Az elkövetkező hetekben további 5 szakág döntőjét rendezik meg Pécsett, ahol főként az ipar és a vendéglátás területén jeleskedhetnek majd a diákok. A városi útfelújítási program keretében teljes szélességű útlezárás mellett március 27-én szerdán reggel 8:30-kor kezdődik meg a Donátusi út rekonstrukciója a lepkedülő csomópont és a Donátusi buszforduló között. A Biocom tájékoztatása szerint a munkálatok végeztéig, azaz április 5-éig, a mintegy 300 méter hosszú útszakaszra járművel nem lehet be, illetve kihajtani, az ingatlanok csak gyalogosan lesznek megközelíthetők, a lezárt szakaszon élő gépjárművekkel a lepkedülőtől délre eső szakaszon, a Donátusi úton és a Donátusi buszfordulóban tudnak várakozni. Ezen időszakban a belváros irányából Donátus a Gólyadűlő, Fácándűlő útvonalon keresztül lesz elérhető. A lezárás idején az érintett 37, 46 és 47-es jelzésű autóbuszok a Zurnadűlő ideiglenes buszfordulót használhatják, ahol ideiglenes megállóhely létesül. A Lepkedűlő és a Kisdeindol hegyhát dűlő csak északi irányból a Kisdeindol út, Kisdeindol dűlő útvonalon lesz elérhető, a Kisdeindol hegyhát dűlő ideiglenesen kétirányú forgalmú lesz. A Tettye Forrásház közleménye szerint március 27-én szerdán 9 és 13 óra között szakembereik egy nem használt bekötő vezetéket szerelnek ki a belvárosban. A munkálat ideje alatt vízhiányra, illetve vízzavarosodásra kell számítani a Kazinci utcában, valamint a Király utca Városház köz Kazinci utca közti szakaszán. A munkálat teljes szélességű lezárást igényel a Király utca 5 előtt, így a fenti időszakban a Király utca Városház köz Kazinci utca közti szakasza autóval nem lesz járható, csak a gyalogos közlekedés biztosított. Ugyanezen a napon 12 és 14 óra között oltó vízhozam mérés miatt vízzavarosodás, nyomáscsökkenés fordulhat elő, főként a Szigeti úton és a környező utcákban, emellett a Tiborc utca, Kürt utca, Tüzér utca, Nandics Andor út, Páfrány utca által határolt területén. A mérési pontoknál a mérés idején útszűkületre kell számítani. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerdán erősen felhős szeles napunk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd, viszontlátásra!